Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, ezt a szentmisét elhunyt Andrásért, szülőkért, nagyszülőkért és a család élő tagjaiért ajánlom föl. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelsük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk. Istenünk, Te Szent Józsefet csodálatos gondviseléseddel egyszülött fiad édesanyjának jegyeséül választottad. Add meg, kérünk, hogy itt párfogonként tisztelünk a földön, közben járunk legyen a mennyben. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Dániel próféta könyvéből.
Baltazár babiloni király nagy lakomát rendezett 1000 főrangú emberének. Együtt evett és ivott velük, és mávor ittasan előhozatta azokat a színarany és ezüst edényeket, amelyeket atya Nabukodonozor a jeruzsálemi templomból elhurcoltatott. Azért hozatta elő, hogy abból igyék ő maga, főemberei, feleségei és udvarhölgyei. Amikor behozták a jeruzsálemi templomból idehurcolt színarany és színedüst edényeket, ivott belőlük Baltazár király, és vele ittak főemberei, meg feleségei és udvarhölgyei. Itták a bort és magasztalták a bálványisteneiket, amelyek arany, ezüst, réz, vas és fa vagy kő készítmények voltak csupán. De ugyanabban az órában emberi kéz ujjai jelentek meg a lámpafénnyel szemben álló nagy falon. Valami ember kézhez hasonló a palota falára írt. A király rámerett az író kéz ujjára. Egyszerre elváltozott még az arca is. Ijesztő gondolatok lepték meg agyát. Elhagyta minden ereje, és térde remegett, és nagy félelem fogta el. Az írás megfejtésére bevezették a király elé Dánielt. Először is megkérdezte tőle a király: te vagy az a Jóda foglyai közül való Dániel, akit Jódából még atyám hozatott ide. Hallottam rólad, hogy benned az Isten lelke él, és mindenki nagy tudású, bölcs és ügyes embernek tart. Azt is hallottam, hogy te a homályos dolgokat meg tudod magyarázni, és a rejtett dolgok csomóit is megoldod. Ha megfejted ezeket az írásjeleket, és feltárod előttem értelmüket, én bíborba öltöztetlek, aranyláncot adok a nyakadba, és a harmadik fejedelem leszel országomban. Dániel így válaszolt a királynak: tartsd meg ajándékaidat és házad kincsét, add másnak. Az írást azonban elolvasom, és tudtodra adom az értelmét. Te megsértetted Gőgödben az égurát. Előhozattad háza minden edényeit, és abból ittál te és főembereid, meg mellékfeleségeid és udvarhölgyeid. Közben pogány isteneket dicsőítettetek arany, ezüst, réz, vas, fa, sőt, kőbálványoknak így hódoltatok. Pedig azok nem éreznek, nem látnak és nem hallanak. De nem dicsérted az egyik az Istent, aki kezében tartja sorsodat és vezet életednek minden útján. Ezért küldte ő ezeket a kézújakat, amelyek feljegyezték a titkos írásokat. Az egész írás értelme csak három szó: Máné, Tekel, Fáresz. És jelentésük ez: Máné, az Isten számba vette országodat és véget vetett neki. Tekel, az Isten mérlegre tett téged és könnyűnek talált. Fáresz, felosztotta országodat és a perzsák meg a médeknek adta. Ez az Isten igéje. Dicsérjétek és magasztaljátok mindörökké. Áldjátok az Urat, nap és hold világ. Dicsérjétek és magasztaljátok mindörökké. Áldjátok az Urat, égi csillagok. Dicsérjétek és magasztaljátok mindörökké.
Az Úr legyen veletek. És Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus így készítette elő tanítványait a rájuk váró megpróbáltatásokra. Kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak, és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek. Vésétek hát szívetekbe, ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan ékes szólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni, vagy ellent mondani. Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s közületek némelyeket meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál sem vészel a fejetekről, álhatatossággal őrzitek meg lelketeket. Ezek az evangélium igéi. Mikor hallgatjuk az evangéliumi részeket szentmisében, gyakran látjuk Jézust, ahogyan találkozik az ő vele szemben állókkal, azok, akik ellenállnak neki, akik ellenségesek vele, támadják, megkérdőjelezik őt. Jézus ezeket a helyzeteket mindig föl tudja használni arra, Isten jóságát és szeretetét ilyen körülmények között is megmutassa. És csodálatos az, ahogyan ezekkel az ellenállókkal, ellenséges kedőkkel szemben szólal, megszólal, és amikor szavaiban, bölcsességében olyan lehetőségeket nyit meg, ami számunkra, lelkünk számára, amikben megerősödhetünk, amik a számunkra nagyon komoly erőforrást, ismeretet, tapasztalatot jelentenek, hitünknek az erejét. Mikor a tanítványait küldi, hogy majd hirdessék az evangéliumot, a tanítványokat is fel akarja készíteni. Hasonló helyzetekben lesz a tanítványoknak is része. A tanítványok sorsát sem kíméli meg az ellenállás, ellenségeskedés, üldöztetés nehézségeitől. Amikor a tanítványokat erről készíti, akkor meg is akarja őket erősíteni. Olyan ékes szólást adok majd nektek, amelynek semmi ellenfeletek nem tud ellenállni. Ha csak a kezdeti időknek az egyházi életét nézzük, már ott találkozunk azokkal, akiknek a sorsában fölismerhetjük ezt a tapasztalatot. Láthatjuk többek között István első vértanúnak a helyzetében, akit az akkori vezetők elé hurcolnak, akit vádolnak, de Istvánnak az ékes szólásával szemben senki sem tud ellenállni. Mindenféle támadást helyre tud tenni, meg tud cáfolni. És éppen Istvánnak ez a bölcsessége, ez a rajta keresztül megmutatkozó erő az, ami fölbőszíti ellenségeit, és lesz azután sorsa a vértanúság. De ott is imádkozni tud még azokért, akik üldözik őt, akik az ő életét elveszik. Látjuk Istvánnak a sorsában ezt a jézusi tanítást megvalósulni. De látjuk mások sorsában is, például Pál apostolnak az életében, akit helytartók elé, királyok elé hurcolnak, akin számon kérik a vallási igazságokat, és mindenféle hazug dolgokkal vádolják őt. De Pál apostol akkor, amikor megszólal, minden ilyen dolgot meg tud cápolni. Az elítélését nagyon nem akarják, sőt, amikor követelik az elítélését, a helytartók akkor is vonakodnak ettől. Majd a császár elé
viszi az ügyét és kerül Rómába. És mindez az egész út nagyon sok lehetőséget ad Pál apostolnak arra, hogy tanúságot tegyen Jézusról. Csodálatosak azok az írások, amiket éppen a fogságból ír, amikben a fogságban is együtt tud lenni tanítványaival, és utat tud mutatni számukra, és életével, vértanúságával is éppen ezt a hitet erősíti meg. Isten nem ilyen módon akar senkitől sem szükségszerűen vértanúságot. Egy állhatatos helytárást vár tőlünk, adott esetben azonban a sorsunk lehet ilyen nehéz is, mint Istváné vagy Pál apostoli. De ilyen körülmények között is mindig számíthatunk arra az erőre, amit Jézus megígért a tanítványainak, hogy ékeszólásotoknak, bölcsességeteknek, hűségeteknek nem tud senki sem ellenállni, ezzel az állhatatossággal kitartotok abban a hitben, amire azután éppen életünkkel, akár vértanúságunkkal is tanúságot tehetünk. Amen. Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz, hogy segítse és oltalmazza egyházát, melyért Szent Fia életét áldozta. Krisztus egyházának egységéért, békéért és szüntelen növekedéséért kérjük Urunkat. Az egyház pásztoraiért, a Szent Atyáért, a főpásztorokért és papokért kérjük Urunkat. A hívek közösségéért, a családokért, a szülőkért és a gyermekekért, az öregekért és a betegekért kérjük Urunkat. A hűségesekért, hogy jó úton maradjanak, kérjük Urunkat. A bűnösökért, hogy bűnbánatot tartsanak és megtérjenek, kérjük Urunkat. Elhunyt testvéreinkért, akikért a Szentmisét bemutatjuk, hogy Jézus kegyelméből a földi élet után Isten örök országába eljussanak, kérjük Urunkat. Üdvözítő Istenünk, add, hogy a föld sója és a világ világossága legyünk. Hitelesen tegyünk tanúságot rólad az emberek előtt, Krisztus, a mi Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen mindenható Atya Isten. Kérünk, mennyei Atyánk, minden bemutatjuk neked ezt a dicsérő áldozatot, szolgálatunkban támogasson bennünket Szent József imádság, akinek atyai gondjára bíztad a földön egyszülöttedet, kér és uralkodik mindörökkön örökké.
Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, minden örök Isten. És téged, Szent Józsefet tisztelve, illő hódolattal dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk. Mert őt, az igaz férfit, Isten szülőszűznek egyesül adtad, mint hű és okos szolgált családot fölé rendelted, hogy atyai gonddal őrizze a Szentlélek erejéből megtestesült fiadat, a mi Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik. A mennyei seregek, az ég erő és a boldog szeráf kórusok újjongva együtt tisztelik. Hadd kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük. Szent vagy, áraszd rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezévette a kenyeret, hálát adott, megtörte tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adott. Utána ugyanígy kezévette a kelyhet is, majd ismét hálát adott oda a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hitünk szent titka. Várjuk téged, Úrunk, és hittel vagyunk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Szint miatt halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy szenvedőt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsenj be a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülnek. Viseld szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világban. Tedd tökéletessé a szeretetben. Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokra, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látásra. Könyörjük kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a Szent Apostolokkal és minden szenttel együtt, kik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőít magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által.
látta. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, Szentlélek egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és Isten tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, azt mondott az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom néktek. Ne vétkeinket nézzetlen egyházat hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, s add meg teljes egységét, aki azt és uralkodó, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És az és a te lelked. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uralmit nem vagyok méltó, hogy hajlányba jöjjön, hanem csak egy szóval és mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is.
Amen. Adó szentségeddel tápláltál minket, hogy igazságban és szentségben mindenkor neked éljünk, Szent József példájára és közbenjárására, ki mint igaz és engedelmes férfiú neked szolgált az üdvösség nagy tervének végrehajtásában, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a teremtőnk. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat szeretettel. Amen.